Sziasztok! Ez volt a Microsoft E3-as konferenciája 2019-ben. Rengeteg újdonságot mutattak be, meg nagyon nagy, hát sok részét azt mondták 2020. Kezdjük szerintem a legfontosabbal, amit egy nagyobb réteget érint, az nem más, mint a Game Pass. A Game Pass eddig is létezett a Xbox One konzolokon, ami arról szólt, hogy egy havi díjért talán 3000 forintért megveszed, és egy hónapon keresztül 100 játékkal tudsz játszani, például Forza Horizon 4, State of Decay 2, Gears of War 4, meg mindenféle játékkal, amit aktuálisan beletesznek abban a hónapban, és ezt már mától már ki is lehet próbálni PC-n, és PC-n is ugyanezek a Microsoft húzó címek, Forza, Gears of War, State of Decay, ezek a többiek, a Sea of Thieves is ugye beletartozik, és egy nagyon nagy újdonság, ami egyből már a kezdetekkor benne van, az nem más, mint a Metro Exodus, aminek az volt egyébként a lényege, hogy Epic Games Store exkluzív lesz, ahhoz képest nem. Úgyhogy benne lesz a Game Pass-be. A Game Pass két féle lesz belőle, lesz a sima Game Pass, és lesz a Game Pass Ultimate, ami inkább a konzolosokat érinti. Annak az a lényeg, hogy 4190 forint, hogy mennyi lesz hivatalosan, és az lesz a lényeg, hogy tartalmazza az Xbox Live-ot, meg a Game Pass-t, ami együtt olcsóbb, egy, hát szerintem egy jó kedvezmény a konzolosoknak, de majd ők eldöntik, hogy szeretnének-e 100 játékkal játszani, a Live ugye az kell a multihoz, meg ugye kapnak ingyen játékokat, és úgyhogy ez rajtuk áll. Szerintem ez egy jó dolog, hogy ezt megírta a Microsoft. Másik bejelentettek, hát nem mondom azt, hogy rakott játékot, azért próbáltak azért felgelteni az érdeklődést. Forza Horizon 4 kapott egy, hát egy nagyon vicces kiegészítőt, ugye megkapta a másik nagy kiegészítőt a 4, aminek az volt a lényege, hogy egy legós világba megyünk, legós járgányokkal, rombolható környezettel, ami szinte az egész legó, ami 13-ától, e hónap 13-ától már játszható is este 7-től, úgyhogy abból majd csütörtökön stream várható, hogyha esetleg megnézed. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Szerintem hasonlítani fog, mint a Horizon 3-ban is volt a másik kiegészítő a Hot Wheels-osra. Egyfajta, hát a munkázásról szól. Ugye általában az első kiegészítő az mindig egy ilyen komolyabb. A második kiegészítő meg általában még kis viccesebb, így elszállnak a fejlesztők, hogy legyen benne valami érdekes is. És a következő, hát az is egy nagyobb réteget érint, az pedig az Elite Controller 2. Annyira nem kell ennek nagy feneket keríteni, muszáj volt fejleszteni, abból a szempontból, hogy az eredeti Elite Controllerbe ugyanúgy meg kell venned 6000 forintért ezt a kis bluetooth-os folyót, amit bedugsz USB-n a gépben, ami szerintem pofátlanság, mert az Xbox One-esnek a kontrollerében már van bluetooth kapcsolat, úgyhogy szerintem hagyjuk. És az új Elite Controllerbe lesz bluetooth kapcsolat, mint ugye a One-es kontrollerbe. A markolat jobban körbe lesz így gumírozva, hogy sokkal jobb legyen, hogy ne tapadjon hozzá a kezed, hogy a ravaszok alatt is így körbe lesz így gumírozva. A másik, hogy a ravaszokat eddig kétféleképpen tudtad állítani, hogy hosszú vagy rövid úton járjanak. Na most kapott egy ilyen közepes megoldást is, hogy háromféle ravaszút van. Elvileg a ravaszrezgésen is javítottak. Háromfajta profil tudunk beállítani. Eddig kettő profil beállítási lehetőség volt, most már három, és kis gombbal tudod változtatni, és a kis LED így világít a kontrolleren. A fülek maradtak ugyanazok, a D-padot ki tudod cserélni, mindenféle analóg sticket tudsz benne cserélni, ugyanúgy mágnes alapon, azok szerintem ugyanazok maradtak. Ők elvileg azt demozták, hogy a belső körülgítás jobb lett, mint az eredeti Elite Controllernél. Hát szerintem érezni is fogod, mert magán a súlyon érzed, hogy egy Elite Controllert fogsz a kezedben. A másik, hát legnagyobb újítás, amit szerintem, hát Sony, ugye amikor megjelent a PS4, nekik a kontrollerben alapból be volt építve egy aksi, ezt a Microsoftnak hát 6 év alatt sikerült meglépnie, tapsoljuk meg őket, és az új Elite Controllerben már beépített akkumulátor van, ami 40 órát bír ki. Erre csak azt mondanám, hogy az én Elite Controllerben, ami fehér, ugyanúgy az elemeket kell beletenni. Vedd meg a PlayStation-t 8000-ért. Na mindegy, úgyhogy az újul már lesz aksi is. A másik legnagyobb újdonság az pedig a Project Scarlet, mert most puskázni fogok természetesen Lumiáról, hogyha már Windows-os adás van. Igen, Project Scarlet, aminek az lesz, ugye ez a fedőneve, ugye a One X-nek az volt a fedőneve, hogy Project Scorpio, ennek az lesz a fedőneve, hogy Project Scarlet. A legfontosabb újdonságok, hogy 8K, 120 FPS, SSD lesz benne, ugye mint a PS5-ben is, ugye, hogy a betöltési idő sokkal kevesebb legyen. Vagy a puskázni kell.
GDDR6-os RAM-ok lesznek benne, Ray Tracing lesz benne, megjelenés 2020 vége. De a megjelenéshez ezt hozzá lehet tenni, hogy az új Halo játék is 2020 végén ugye konzol debutálásával fog megjelenni, és akkor fog megjelenni majd a Forza Motorsport 8 is nagy valószínűséggel, hogy azért legyenek húzó címek. No, úgy, mint a One X-es bukásnál, hogy megjelent a One X, és a Motorsport hét előtte már egy hónappal lehetett vele játszani, PC-n, meg sima vanon, az öngól volt. Azt demozták, hogy a Project Scarlett négyszer olyan erős lesz, mint a One X. Hát, megnézzük, hogy mit fog tudni. Szerintem 8K-ra még, hát, inkább fel fogja skálázni, szerintem 4K-ra lesz az igazi. Kaptunk olyan információkat, hogy minden régebbi kontroller, ami vanos, meg van SS kontroller, meg az első generációs Elite kontroller, mindiket fogja támogatni az új box. Minden adaptert, külső HDD-t, mindent, amit eddig támogatott a van, azt az új is fogja támogatni. Tárhelyekről semmiről nem beszéltek, de szerintem 1 terabájt vagy 2 terabájt, inkább 1 terabájtosban fog szerintem megjelenni, de hát majd úgyis, hogy a hírek kiszivárnak, akkor majd úgyis információt fogtok kapni. Sok mindent nem árultak el, például szerintem nem esett szó, de biztos lesz benne visszafelé kompatibilitás, mert az Xboxnak egyedül ez volt az a fegyvere, amivel oda tudott csapni a PS-nek, mert hogyha az se lett volna, szerintem a kutya nem lett volna Xboxot. És ugye visszakompatibilitás muszáj, hogy legyen benne, ugye vanos játékok, mint 360-as játékok felé. A következő pedig a Project X Cloud, aminek az a lényege, hogy egy ilyen felhő alapú gaming szolgáltatás, mint például a Google-nek ez a Stadia-ja, vagy micsoda, ez a hülyeségük, ami így a Stadia egy első körben, hát szerintem elég bukás, így a magam véleményével beszélve, hát meglátjuk, hogy ott a Redmondban mit tudnak ott kimatekozni. Nem beszéltek róla semmit, azt mondták 2020, így ennyi volt. Ugye a konzol 2020 vége felé fog megjelenni, szerintem a szeptember-október környékén. Még egy pár játékot, amit így megemlítés szintén mondanék, az a Lego Star Wars, ez egy kis réteget érint. Az a lényeg, hogy a Lego Star Wars The Skywalker saga az arról fog szólni, hogy a 9 Lego játékot egy Lego játékba egyesítik. Nem beszéltek nagyon róla, hogy remaster lesz, hogy valami, a videókat elnézve szerintem feljavították mindegyik rész benne. Ugye ez 1-től 9-ig az összes Lego játék egybe, szerintem megjelenik vára, PS4, PC, meg szerintem Switch-re is meg fog jelenni, nagy rá az esély. Meglátjuk, milyen lesz. Mondjuk engem érdekel. A Borderlands 3 ugye szeptemberben fog elstartolni, és ugye demoztak egy videót, meg egy ingyenes DLC-t is bejelentettek, ami a második és a harmadik részt köti össze, hogy a sztori kicsit teljesebb legyen. Gears of War szeptember 10, mutattak róla a videót, szerintem aki érdekel, az nézze meg, engem az úgy nem nagyon mozgatott meg. Hát figyelj, beszéltünk a Scarlettről, az xCloudról, a Forzáról, az Elite Controllerről, a Game Passről, és így egyébként nagyjából ennyi, meg a Microsoft egy kiegészítőt, ami szerintem annyira így engem nem nagyon mozgat meg. 4 fos scope lesz benne, Dungeon-ös játék, hát 2020 tavasz, valahogy így. Úgyhogy így nagyjából ennyi lett volna a hivatalos E3-as bemutatójuk. Hát az én véleményem az, hogy hogyha már konzolt szeretnél venni, akkor inkább várjál. Azt azért mondom, mert ugye most a One S-eket meg a One X-eket elkezdik kiszórni minél jobban a készletről, fogjon el, fogjon ki, és szerintem jövő nyáron meg már, akkor már mindenki elkezd áthangolódni az új Xbox-ra, nem tudjuk semmilyen, hogy milyen neve lesz, hány gigabyte RAM lesz benne, annyit tudunk róla, hogy az AMD új architektúrája fog épülni, ugye a Ryzen-re, vagy a Zen architektúrára, ki hogy mondja. Nagy előrelépés lesz, a PS5-ön is már így mondták, hogy azért nagy előrelépés az új architektúra. Folyamatosan azt mondogatják, hogy az új generáció jobb, majd meglátjuk. Azért a vanas generációnál se így mindenki dobta le az égszit, hogy most akkor mi van. Meglátjuk, hogy sikerült nekik. Szerintem még ki kell várni. Aki konzolt szeretne venni, az még vegyen vanest, én azt tanácsolom neki, van X-et ne nagyon vegyen. Szerintem azt a plusz pénzt nem éri meg, azért, hogy picit jobb képed legyen. Vagy például fias össze, tök mindegy rajtad áll. A kontrollerről azt tudom mondani, hogy ez csak aki kontrollert szeretne venni, az olcsóban meg fogja venni majd az Elite-nek az első kiadását. Szerintem az Elite Controller 2 attól, hogy még van egy beépített taxi, meg plusz egy ravasz beállítás, meg jobb anyagokból van összerakva. Reméljük az első szériának lenyomja az árát.
És így szerintem nagyjából ennyi lett volna az E3, az én véleményem, úgyhogy bármilyen kérdésetek van, nyugodtan írjátok alá a videó alá. Sziasztok!